Berettyóújfaluba is folyamatosan érkeznek a tankönyvek, hogy évkezdésre mindenki átvehesse tankönyvcsomagját. A Széchenyi István tagiskolába már megérkeztek a csomagok, melyeket hamarosan átvehetnek a diákok. A könyvek folyamatosan augusztus 1-e és augusztus 28-a között kerülnek országosan kiszállításra. Amint látható, ebbe az iskolába már megérkeztek a tankönyvek, és lassan csomagolják a felelős pedagógusok, lehet értük jönni. Minden iskola egyénileg szabja meg, hogy milyen időpontokban osztja a tankönyveit. Erről tájékoztatást ad a szokásos módon, ki van függesztve az iskola ajtajára, a honlapon, közösségi oldalakon hozzá lehet jutni az információhoz. Ebben a tanévben nagy változás történt, minden általános iskolás számára ingyenesen biztosítja az állam a tankönyvcsomagokat, középiskolában pedig a 9. évfolyamon ingyen jár mindenkinek. Szeptember 1-én becsengetnek, szeptember 1-e lesz az első tanítási nap, ez a nap péntek, tehát lehet majd aklimatizálódni az iskolai hangulathoz, és június 15-e lesz az utolsó tanítási nap. Áprilisban megtörtént a beiratkozás, minden iskolában indulnak első osztályok, a második Rákóczi Ferenc általános iskolában és a Hunyadi tagiskolában egy-egy első osztály indul, a József Attila iskolában 2 első osztály, a Széchenyi iskolában pedig szintén 1 első osztály indul, változó létszámokkal. Nyilván az első osztályosok nagyon nagy izgalommal készülnek, és a szülők is. Természetesen rájuk kiemelt figyelmet fordítanak az első osztályos tanítónénik, és mindenben eligazítják majd a szülőket. Augusztus 20-a után az iskolákban elkezdődik a munka, egész nap bent vannak a pedagógusok, az intézményvezető, és hát bármilyen kérdés van, nyugodtan lehet hozzájuk fordulni. Az általános tájékoztatót majd a tanévnyitón fogják meghallgatni a kis első osztályosok. A dolgozók igyekeznek minden segítséget megadni ahhoz, hogy szeptember 1-én mindenki zavartalanul kezdhesse az új tanévet.